Jártamban, keltemben, ezzel a címmel nyílt kiállítás a Platán galériában, s valóban a szemlélődőket olyan élmények fogadják, amik egy nyaralás, egy meghitt pillanat vagy egy érzés leképezései. Átélhetjük és átérezhetjük, hiszen akár mi magunk is ilyen és ehhez hasonló tapasztalatokat szerezhetünk jártunkban, keltünkben. A tárlaton B. Kovács Márta természetelvű festő munkáit is megismerhetik az érdeklődők, az alkotó leginkább olajjal fest, a kiállításra egy átfogó anyaggal készült. Nagyon szeretem a természetet, a fákat, a virágokat, a fényt, én kint szeretek a természetben festeni. Fölrakom magamra az állvány, fölrakom magamra a táblát, a palettát, hiszen olyan vagyok, mint egy karácsonyfa, amikor elindulok, és akkor... Előtte már persze kinézem a témát, a helyet, akkor oda lepakolok mindent, és akkor ott egy olvadok a tájjal. Nagyon szeretem. Szeretem, ahogy a tenger hullámzik, ahogy egy körtefa virágai nyílnak, ezek fognak engem meg. Ómógor Ildikó is bemutatkozik a tárlaton, 7 év termését ismerhetik meg az érdeklődők. Nemrég kezdtem el, 50 éves korom után, voltam egy kiállításon, és azt mondtam, hogy na most megpróbálom, mert gyerekkoromban is nagyon szerettem festeni. De hát a munka mellett nagyon keveset tudtam alkotni, úgyhogy kevés a munkám, és még nem vagyok egészen kiforva, úgy érzem, hogy még több van bennem, és nem találtam meg igaziból azt a stílust, ami keresem, hogy milyen is legyen valójában. A kiállítást február 8-áig látogathatják a Platán galériában.